nem adja magát a Dunaújváros könnyen. De... Rangadóhoz méltó izgalmakat hozott az Audi Eto KC Dunaújvárosi vendégjátéka. Az előző meccsekhez képest már az első percekben is jóval kevesebb gól esett. A nagyobb probléma azonban abból adódott, hogy a fehérmezes győriek nem tudtak ellépni két gólnál nagyobb különbséggel, a Dunaújváros pedig ezeket is időről időre ledolgozta, sőt volt, hogy még a vezetést is átvette. A Dunaújváros lassította a játékot, hosszú támadásokat vezettek, nekünk pedig nagyon türelmesnek kellett lenni a védekezésben, de sajnos nem mindig sikerült. Gólt kaptunk, aztán a lerohanásokból mi sokszor nem tudtunk válaszolni, és megint rá voltunk kényszerítve a védekezésre, szóval magunknak tettük nehézzé. Úgy gondolom viszont, hogy kellenek néha az ilyen meccsek, nem baj, ha meg kell küzdeni a pontokért. A félidő végét aztán megnyomták a győriek, de a három gólos előny nem jelentette azt, hogy meg lehetne nyugodni. Ezzel együtt a szünet után is sikerült tartani a különbséget. Igazán közel kerülni már nem tudott a Dunaújváros. Először ellépni viszont csak a hajrához közeledve tudott az Audi Eto, amely végül a vártnál valamivel szorosabb, 28-24 arányú győzelmet aratott. Biztos vannak olyan mérkőzések, amikor az embernek van olyan ellenfele, ami nem fekszik neki, vagy nem megy, de én talán azért vagyok egy kicsit bosszus most, mert ezt mi elfogadtuk, és voltak periódusok a mérkőzésen, amikor elmehettünk volna 6-7 góllal is, ezt nem tettük meg, így egy olyan mérkőzés volt, aminek a végén egyedül a két pontnak lehet örülni. A szezonban most a válogatott szünet következik, így legközelebb október 3-án lépnek pályára a zöld-fehérek.